Első a legelsők közt, 8. éve adják át hazánk legrangosabb nem állami elismerését, a Prima Primissima díjakat. A 15 milliós pénzjutalomra a már díjazott Weisser Alinda mellett idén a másik műsorvezetőnk is esélyes lett. Hogy kell legyűrni a lábremegést, tudod? Most éppen erről beszélgetünk. Nekem már sikerült, és te nem tudtad, ugye, hogy nyertél egészen addig, nem. Amíg be nem mondtam. Ezt mondtam neked, hogy ne ijedj meg az üzletemberek papofáitól. Nem jelent semmit. Te velem is elhitették, hogy biztos, hogy nem. A rangos eseményen megjelent a politikai és gazdasági elit színejava. Biztonsági kapukat is felállítottak, amik minden veszélyesnek tűnő tárgyat kiszűrnek. Ki van téve a képe mindenkinek? Véletlenül se rossz helyre üljünk. Itt ülsz? Aha, itt. Szélén? Végülis ez jó jel. Szerintem mindenkit a szélére. Mindenki a szélére? Az ültetésből nem lehet következtetni az esélyekre. Abból már sokkal inkább, hogy a sajtó kategóriában a két másik jelöltnek több mint 30 éves a szakmai hírneve. Egy nehézség van, ha Primissima, hogy beszélnie kell. Van beszéded? Nem, direkt Bobonából én se készültem, nagyon megfogadtam helyes. A tanácsodat. Az nagyon jó, nagyon jó. Tehát lesz 15 másodperce, ha Primissima innen a színpadig, hogy kitaláljon egy beszédet, ami tulajdonképpen lehetetlen. Még 2 órát kell várni, hogy a sajtó kategória sorra kerüljön. Hesztának a díjátadó körüli gondjai azonban már ezelőtt 8 órával elkezdődtek. Kíváncsiak voltunk, mi történik a díjátadó napján egy jelölttel. Most jöttünk a ruháért, mert már elkészült, de még tartunk egy utolsó próbát, úgyhogy elhoztam a legfőbb kritikusomat, ugomat is megnézni. Hesztát azért kísérjük ide, mert a meghívón jelölt öltözködési kód Black Tie. Ez fekete smokingot jelent az uraknak, és kesztyű nélküli, újatlan, hosszú estélyi ruhát a hölgyeknek. Na hát akkor el is próbálom. Te tudod, de te bombolni, mert az alapötlet az, hogy ugye egy kis mini ruhára rá van téve egy ilyen sejem, úszáj, vagy nem is tudom. Tehát ez az eredeti színe, és akkor erre került egy ilyen csípkeréteg gyöngyörkel. Az egyedi igényeket megvalósító estélyi ruha ennek az aranyszínű kreációnak az alapján született. Az apró változtatások miatt a két öltözék szinte alig hasonlít egymásra. Sokkal rövidebbet csináltunk, egy mini ruhát végül, mert szép lába van a hasznának, hát mutassuk meg. Egy díjátadón kötelező az egyedi estélyi ruha, az illem pedig tiltja, hogy ugyanazt még egyszer az életben viselje valaki. Ma már ezt szúrós szemmel figyeli a média, az elegáns megjelenés tehát költséges mulatság. A kreációk ára 200 000 forinttól kezdődik. Ebben van valami titokzatosság, de ugyanakkor mégis mini, nyitott, szóval egy nagyon szép társítás. Igen, mert ugye konzultáltunk, hogy egy ilyen eseményre miért szabad, én mindig rövidebb ruhákat hordok, pont azért, mert alacsony vagyok, igen. És akkor megkérdeztem, hogy ilyen eseményre illik-e rövidet? Hát nem, szóval azért annyira nem, hogy mondjuk a fekete sejem rész nélkül vennéd fel. Hesna először visel olyan öltözéket, melynek uszája is van. A háborús riportjai miatt jelölték Primissima díjra, de a harctéren a dress code nem az estélyi ruha. Tanulnia kell, hogyan forduljon anélkül, hogy a saját uszájára taposna. Egy kicsit kilép és úgy fordul meg, tehát nem rögtön megfordul, mint egy nadrágban tennél, hanem kell egy kicsit ilyen. Ez egy icipicit teátrális mozdulat, de azt gondolom, hogy egy estélyi ruhában ez egy teljesen megengedett. A ruhaigazítás elhúzódott, Hesna délután 3-ra ér a sminkbe. Valamilyen feketés szemre gondoltam, ilyen füstös feketés. Nekem nem... nagyon jól áll a füstös szem. És nem az... feltétlenül kell szerintem szín bele a szemre. Hát csak fekete ruhában leszel? Nem, kék fekete, és lehet, hogy azért, hogy... sok lenne már, mert nagyon nyakpánt is kék. Noha Magyarországon még nincs kultúrája annak, hogy egy díjátadón képesek legyünk akkor is örülni, ha nem mi nyertünk, Hesna vastag sminkje az alkalomnak szól, és nem az érzelmek leplezéséhez kell. Az, ahogy Kepes András is az egyik jelölt, nagyon jó eséllyel ő fogja kapni, de hogyha az ember tényleg tud örülni mások sikerének, akkor meg... miért ne? Hát sírni nem fogok, nem fogom lesírni a sminkem akkor sem, ha nem én nyerek. Eltüntetni nem akarom az érzéseimet, szerintem úgyis az arcomra lesz írva, amit gondolok. Hesznának már otthon kéne lennie, hogy átöltözzön. Fél óra múlva a helyszínre várják. Egyre biztosabbnak tűnik, hogy lekési. Készen vagyunk. Köszönöm. Nagyon szép lesz azért egy erős ruhához erős sminkkel. Otthon alig egy negyed óra maradt a teljes elkészülésre. Nem csak a ruha, de a lakcipő is új szerzemény.
A ruhához illő táska kisebb a kelleténél, semmi nem fér vele. A cipő pedig nagy lett, félő, hogy kilép belőle. Nagyon izgulok. Meglátjuk, mi lesz. A művészetek palotájában az izgalomtól szinte izzik a levegő, de aki televíziós, nem a kamerák miatt izgul. Akkor először meg akartak minket lincselni, mert azt gondolták, valaki elkezdett kiabálni, hogy kémek vagyunk, és úgy kellett elfutni. Akkor ezen teljesen ledöbbentem, most már tudom azt is, hogy erre is fel kell készülni. Az olajozott TV közvetítésért itt a legkorszerűbb technika felel. Az operatőrök fekete öltözéke a beolvadást segíti. Egyszerre 8 különböző kamera képes mutatni, bármi is történjen. Lássuk, hogy a három kiváló újságíró kolléga közül... És ezek már a sajtó kategória jelöltjei. Heszna vetélytársai Kepes András, aki a Stúdió 80 című műsorral lett legelőször ismert, valamint Vadas Zsuzsa, aki a Nőklapja újságírója immár 20 éve. Magyar sajtó kategóriában 2011-ben a Prima Primicia díjat nyerte Allgäui Heszna. Most jött el az Alinda által említett 15 másodperc. Hesztának addig kell kitalálni a beszédét, amíg a lépcsőn felér. Egészen a műsor elejéig úgy arra szerintem, hogy hát azért van esélyem. És mikor elkezdődött az egész, hogy olyan érzés volt bennem, hogy nem hiszem. És tényleg meglepődtem, őszintén nagyon meglepődtem, mikor az én nevemet mondták. Ez az elismerés egyébként nem csak nekem szól, hanem azoknak a kollégáknak is, akik sokszor az életüket kockáztatják. Én is üzenetként fogom fel ezt a díjat, hogy tovább kell folytatni azt, amit csinálok. Köszönöm szépen. Az idei alkalommal 10 Primissima, 20 Prima és 24 Junior Prima díjat osztottak ki. A cél azonos, értékeit vesztett világunkban felhívni a figyelmet, hogy vannak, akik utat mutatnak ma is.